Sziasztok, Csarlottó vagyok, és ez az csatornám első videója, ami a házimacskáról fog szólni. Vagyis megtudhatok néhány alapvető tény erről az állatról, egy kicsit a csatorna felépítéséről. Ezt általában állatokról szóló dokumentumfilmeket fogok kirakni, nagyjából hetente egyet. Remélem tetteni fog a csatorna, ha igen, akkor videók végén nyomjatok like-et, iratkozzatok fel, vagy véleményeteket írjátok meg kommentben. Macska gerincesen lőz, bénzsába van és ragadozó. Általában madarakat, kisebb rágcsálókat, vagyis patkányt és egeret fogyaszt. Kb. 9500 évvel ezelőtt lett háziasítva Elő-Ázsiában. Az őse a vadmacska. Általában 3,6 és 4,5 kg körül van a súlya. Kölyköknek pedig 80 és 85 gram körül. A házi macska tavasszal és ősszel 4-7 napon keresztül tüzel. A vemhesség 58-67 napig tart. A nőstények 4-10 hónaposan, a hímek 5-7 hónaposan lesznek ivadérettek. A kölyök házi macskákat 7-8 hónapos korúban lehet elválasztani az anyjuktól. Általában 2-16 évig él egy átlagos házi macska. De egy macska már megélte a 34 évet is. A legöregebb magyar macska pedig 21 éves volt. A nap 12-16 órájában csak alszanak, de akár 20 órát is tudnak aludni. A házi macska kitűnően mászik fára, ami jól jön, ha el kell bújni egy kutya elől. Egyébként nagyon barátságos állat. Ha együtt kell élnie egy kutyával, egy bárányjal, egy ősszel, vagy valamilyen más állattal, meg tud vele barátkozni. A házi macskát az ókori Egyiptomban istenként tisztelték, és ha a családban meghalt egy macska, akkor levágták a saját szemöldöküket. A macskák rengeteg mesében, rajzfilmben szerepeltek. Itt van például Garfield, Csizmás Kandúr és a Tom és Jerryből Tom a macska. Most pedig egy kicsit a filmben szereplő macskákról. Az elején láthattuk Tomit, a fekete hím macskát, aki a forgatás után 2 egész hónapra eltűnt, de utána soványan visszatért, és a mai napra már egészségesen és boldogan éli életét. A két kis macska, akik a fán másznak, 2 kisfiú, 2 kistestvér. Az egyik az átlagos, csíkos hátú macska, Bajszos, aki nem régiben eltűnt, és azóta nem hallottunk felőle. A másik, akinek a hátán különleges minta van, ő Pisó. A többi macska, akik a videóban esznek, az ő nevüket sajnos nem tudom megmondani. Remélem tetszett a videó. Köszönöm a figyelmet. Viszlát!